Kétféle ember létezik, a kutyás és nem kutyás. Köztük mindig lesz egy kisebb ellentét, és feltehetően soha nem fogják megérteni egymást. Kaiser János az előbbi csoportba tartozik, ő elképzelhetetlennek tartja, hogy ne legyen négy lábú a családban. A tolnai kutyasulit, amely a vásártéri sporttelep mellett kapott helyet, már 1999 óta vezeti. Hátra! Nagyon jó! Futólépés! Lassú! Egy picit majd a távolságot, Anikó, nyissatok errefele, mert nagyon közel vagytok már. Jó, rendes lépés! Hátra arc! A kutyasuliban egyébként több csoport is működik, köztük haladók, középhaladók és óvisok. Van olyan, aki most került fel a haladó csoportba, azért volt a segítség a hosszú pórázzal, hogy ne tudjam még kihágni a szabályok alól. Először az alapengedelmességi szabályokat kell megtanulni, amit minden kutyának fajtától függetlenül el kell sajátítania. Ilyen a behívhatóság, közlekedés láb mellett, helyben maradás ülve, fekve, megfelelő viselkedés fajtársakkal, közömbös magatartás emberekkel. Az, hogy ne húzzon a pórázon, és általában az itt résztvevőknek a nagy része szinte ezzel megelégszik. Tehát, hogy láb mellett tudjon közlekedni, ne húzzon, ne essen szét, amikor másik kutyát lát. Ezért vannak ezek a helyben maradási gyakorlatok, egész közel egymáshoz a kutya, hogy akkor is oda kell neki figyelni, de nem mehet oda. Nagyon szeretne ő elmenni játszani, de nem. Most nem szabad. Aztán van, amikor végeztünk, akkor van egy közös játék, amiben kiélhetik magukat. Fontos az, hogy a vezethetőség meglegyen, és ez általában ezzel megelégszenek. Aki ennél többre vágyik, az pedig a különböző munkavizsga fokozatokat elsajátítja, majd a Lukasi Gábor barátom be fogja mutatni, ő egy egyes vizsgát tett kutya, most a kettesre készül. Ez három ágazatú vizsga, van egy nyomkövetés, egy fegyelmező része, meg egy őrzővédő. Tehát ez a három együttes gyakorlat adja ki a nemzetközi munkavizsga feladatok, ez megvan egy sor, amit el kell végezni, vagy meg kell csinálni különböző szinteken, 1-es, 2-es és 3-as. Tehát azon belül, tehát attól függ, hogy milyen szinten és milyen ágazat. Tehát a három ágazat van, és a három különböző szín. És hogy számít a kutyafajtája a tanulás szempontjából? Természetesen egy magasabb szintű vizsgához már általában egy jó idegrendszerű, jó mentalitású kutya szükséges. Ezek az alap engedelmességi dolgokat, ezt elvileg bármilyen fajta kutyával elvégezhető. Azért mondtam, hogy a végén fogunk csinálni egy vizsga bemutatót, ahol egy kis tacskókeverék, meg egy mudi fog együtt dolgozni. Ennek ez is úgy áll fel, hogy ketten bemennek a pályára, a kutyának azonosítani kell, tehát le kell olvasni a csipszámát, utána az egyik kutya elmegy helyben maradni, a másik bent dolgozik a pályán. Meg az adott vizsga gyakorlatot bemutatja, és utána meg cserélnek. Tehát annak a kifektetett kutyának addig ott kell maradnia, a gazdinak el kell távolodni tőle 30 méterre, hátat fordítani, tehát nem kommunikálhat a kutyával, hanem meg kell neki várni még véget, és utána pedig cserének a kettőt. Tehát ez lenne az, ami az átlagnak az igénye, tehát hogy ilyen szintre eljusson, hogy kezelhető, jól
vezethető kutya legyen. Sok gazdi menhelyről hozza el a kedvencét, a szakértő azt mondja, ez sem befolyásoló tényező. Nem szükséges, hogy fajtiszta kutya legyen, bármilyen kutya, nem azt mondtam, hogy bármilyen feladatra, de az alapfeladatok ellátására alkalmas, vagy alkalmasra tehető sok munkával, sok gyakorlással, meg egy kis érzékkel. 23 év alatt rengeteg kutya fordult meg János kezei alatt, azt mondja, a kiképzés mottója a pozitív megerősítés. Ha a sikerrel jártunk, jöhet a jutalmazás élelem vagy játék formájában. Különböző helyekig kipróbálva kaptuk meg 99-ben ezt a helyet, és azóta kis lépésenként próbálunk előre haladni mindig, és a most hál' Isten van nagyon ügyes két segítő, Molnár Krisztina és a Lednecki Merci. Fiatalabbak lényegesen ők csinálják az ovit és a középhaladó csoportokat, a haladót pedig általában én szoktam vezényelni, de közös a munka megosztás. Az örök dilemma, hogy kire hallgat a kutya, csak a gazdájára vagy másra is? Egyformán nem tud átállni, de van itt is olyan kutya, többek közt a Vizsla is, akivel épp most a feleség jött, múlt héten a férj volt. Tehát az alap dolgokat annak is meg kell tenni. Sőt, az a szerencsés, hogyha otthon is egyforma követelmény van mindenki részéről. Kutya azzal nem tud mit kezdeni, hogy az egyik családtag megengedő, a másik pedig nem. Tehát ez tehát mindenkitől azonos hozzáállás, mentalitást várható el, akkor tudja a kutya a megfelelő szabályokat betartani. És nagyon fontos, hogy a rendszer legyen, meg a szabályok meg legyenek. Tehát minden esetben, ugyanúgy, mint elvileg a gyereknevelésnél ott is megvan a rendszer, hogy mit szabad, mit nem szabad, és azt mindenkitől azonos módon meg kell követelni, vagy el kell érni, hogy ez megvalósuljon. Természetesen vannak versenyek, bemutatók is, amelyeken nagy örömmel vesznek részt a kutyasulisok. Most volt egyébként, május 24-én volt egy országosan meghirdetett verseny, ahova lehetett nevezni, itt különböző szinteken, és elvileg az ország bármelyik részéből jöhetnek. Most korábban ennek elég nagy, hogy mondjam, nagy hagyománya volt, hét alkalommal rendeztek úgynevezett tolnakupát, amit most elkezdtünk újra felújítani, de volt olyan verseny, ahol 32 nevező volt. Focipálya nagyságú területnek kell lennie, ahol a különböző eszközök kiférnek, és itt elsősorban az őrzővédő tevékenységnél ki kell tenni a 6 darab fürgészpalánkot, ami 15 méter távolságra van egymástól, ami helyigényes. A többi ez elvileg kisebb pályán is, de ez a standard. Tehát egy vizsga, vagy tehát egy nagy országos vizsga megrendezéséhez legalább focipálya méretű területre van szükség. Az elmúlt években rendkívül népszerű lett a terápiás kutyák alkalmazása. Utóbbi olyan négylábú, akit arra képeztek ki, hogy vidámságot, vigaszt és szeretetet nyújtson. A terápiás kutyafajták olyan gyermekeknek is segíthetnek, akik autizmussal vagy különböző tanulási nehézségekkel küzdenek. Nagyon nyugodt idegrendszerű kutyáról beszélünk, aki az ember közelségét élvezi, és hogy mondjam, egy jó érzéssel tölti el akit bevonják a terápiába. Tavaly volt egy fórumunk, ahol részt vettek a szexádi terápiás kutyások, ott is nagyon szépen meg. És akár sérült gyerekekről van szó, akár csak a gyerekekről, tehát az, hogy megmaradjon a kutya és a gyerek közti kommunikáció. Tehát nem tanulja meg azt, hogy nem minden kutyát harap. Nagyon, nagyon fontos, és mindenkinek szeretném figyelmébe ajánlani, hogyha kutyással találkozik, akkor mindenképpen
szülő kérdezze meg, vagy a gyerek kérdezze meg a kutyát vezetőtől, hogy meg szabad-e simogatni. És soha ne nyúljon rá, hanem vagy hagyja, hogy a kutya vegye fel a kapcsolatot, tehát oda megy, megszagolja, és onnan már viszonylag egyenes az út, mert ha ő kommunikál, oda akar menni, akkor lehet hagyni, engedni, ha nem, akkor tehát lényeg az, hogy mindig megkérdezni a gazdit, hogy szabad-e a kutyát megsimogatni. Mindenkinek felelősséggel tudni kell azt, hogy éppen az adott kutyája, mert lehet, hogy van, amelyik nem szereti, hogy nagyon simbó volt, legfőleg idegen, akkor azt el kell tudni fogadni, hogy nem szabad a kutyust megsimogatni. Azok, akik szeretnék, hogy a család házi kedvence tanuljon, szocializálódjon, nekik a hét szinten minden napján lehetőségük van csatlakozni a tolnai csoporthoz. Többek között őrzővédő, agility és különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Nem mellesleg egy jó hangulatú, baráti közösséghez tartozhatnak.